Az egyetemistaként találkoztam a játékkal, de az egyetemi éveink alatt mi végig alkalmaztuk és csináltunk a középiskolába egy diszemináció gyanán. És volt egy, hát több olyan alkalom is, amikor egy messzebbi településre mentünk el a középiskolába, játszottunk a gyerekeket több osztályon is, és eltelt egy fél év, megrendeztük a kutatók éjszakáját, és 20 km volt a település között és ahol az egyetemünk van, és átjöttek onnan a diákok, hogy ők még egyszer szeretnének ezzel játszani, hozták a osztálytársaikat, másik osztályból is még gyerekeket, mert hogy annyira megérintett őket a játék, és szerették volna mondjuk is terjeszteni, hogy ezt mindenki, szóval, hogy a mérhetőséget szerintem valahogy így is lehet, úgyhogy mellettem mondom, mások is nagyon értékelik és szeretik ezt a játékot. Szóval, én az előadásomban a romanők három generációjáról fogok beszélni, az identitásváltozó mintáit mutatom be, az általam vizsgált településeken. Hogy miért is kezdtem el ugye ezzel foglalkozni? Ugye a globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális közösségben nem csak egyéni szinten változtatta igazából a nőknek a szerepét, hanem megváltoztatta a szocializációt, a kultúrátadásnak a módját, illetve a társadalmi integrációs kereteket. És hogy nagyon izgalmas a romanőknek ezt a kettős szerepét igazából vizsgálni és kutatni, mert hogy ugye egyfelől ők azok, akik a hagyományokat továbbadják a következő generációnak, de ők azok, akik a változásokat is kezdeményezik, és egyfajta hidat képeznek a többségi társadalom tagjaival is. Röviden az előadás felépítése, és nem szeretnék senkit majd szárazabb elméleti dolgokkal majd traktálni, de az elején egy pár elméleti dolgot mondani kell, illetve a fő kutatási kérdéseimet, majd egy módszertani bemutató követte, aztán a kutatási eredményeimet szeretném megmutatni. Az elméleti keretnél én nagyon fontosnak tartottam magát az etnikai csoportnak ugye a definiálását, hogy mit is értünk az etnikai csoport alatt. Én leginkább ugye azt emeltem ki, hogy egy közös tulajdonságokkal, habitusokkal, közös eredettel, közös történelemmel, múlttal, hasonló pszichológiai normákkal, vallás és közös birtokolt nyelvvel rendelkezik ez az etnikai csoport, illetve ugye ennek okán, ahol már hát az etnikai identitást ugye hol lehet megélni, hát nem a etnikai csoportban, ezért fontos volt utána még az etnikai identitás kérdésével is foglalkozni, majd ez nálam is a különböző generációknál is megfigyelhető lesz, hogy ez egy teljesen dinamikus, sokdimenziós folyamat, ami folyamatosan változik, újra konstruálódik, tehát nem egy statikus kategóriáról beszélünk, illetve az, hogy szituatív és kontextuális jellege van magának ugye az etnikai identitásnak. Annak alapján, hogy ki milyen identitás stratégiát választ, hogyan szeretne megküzdeni, én a különböző, tehát hogy ezeket az alkalmazkodási stratégiákat szedtem össze az irodalmakból, ugye beszéltünk az asszimilációról, akkulturációról, diszimilációról, integrációról, kettes identitásról, illetve az újra felfedezett, újra konstruált identitásról. A következő táblázatban így nagy vonalakban össze van szemben, hogy mit értünk ugye az egyes stratégiák alatt. Az esetemben majd lehet látni, hogy nem csak generációként fog eltérni az egyes stratégia, amit választanak, hanem még az etnikai, tehát az identitás ugye több dimenzió mentén is lehet vizsgálni. Majd mindjárt megnézzük azt is, hogy melyek azok a dimenziók, amit mentén én vizsgáltam az identitás erősségét, de hogy a generációkon belül, még az egyes dimenziókon belül is változnak a stratégiák, amelyeket alkalmaznak a romanő. Tehát, nagyon fontos volt még úgymond az elméleti résznél, hogy konkretizáljuk, hogy kit is tekintünk ugye cigánynak. Számos statisztikai hivatal szerinti besorolással találkozhatunk, illetve az eddig elérhető definíciók. Én a saját kutatásom ugye azt tekintettem cigánynak, aki cigánynak hallja magát, ki azt mondja magáról. Nagyon fontos volt ugye nálam leírni azt is, mert úgy szerintem általános ember, és hogy nem egy homogén közösségről beszéltünk, Magyarországon három cigány csoport van. Ezen belül én az olá cigányokkal foglalkoztam, személyes kötődésem alapján is, illetve mivel tudjuk, hogy az egyik legtradicionálisabb közösségről beszélhetünk, itt is hosszasan lehetne taglalni, csak időnk nem lenne éppen rá, hogy az integritás szempontjából, ha Kemény Istvánnak a kutatásait néznénk meg, egészen 71 és ugye a 93-as kutatásból kiderült, hogy az olá cigányok voltak a legkevésbé integráltak a társadalomban, tehát nagyon kevesen voltak jelen az oktatási intézményekben, a munkaerőpiacon, és a rumunkruk voltak például, akik a többségében azért iskolázottak voltak. Ennek ellenére a 2003-as Kemény Istvánféle kutatásnál meg
valami fordult, és egyre több olán cigány jelent meg például az oktatási intézményekben. Egyre többen jelentek meg úgymond a munkaerőpiacon is, tehát valami történt, valami változás volt, és ez számomra mindig izgalmas volt, hogy akkor mi lehetett az, ami elindította egyfajta változást egy ilyen tradicionális közösségben. Mert ha már egy ilyen tradicionális közösségben is felgyengülnek úgymond a hagyományok és a tradíciók, akkor mi lesz az, ami össze fogja tartani egy idő után a közösséget? Na, ennek alapján a legtöbb cigánykutatást elolvasva, hazai és nemzetközi irodalmakat, különböző dimenziókat vizsgáltam. Én a külső karaktervonásokat, a nyelv szerepét, a családok belüli szerepeket, illetve a kultúra és a vallás lesz még nálam a harmadik generációnál. Módszertani szempontból, ugye az első meghatározni az identitás dimenziókat. Én kvalitatív módszerrel kutattam, ugye ez azt jelenti, hogy 52 féli struktúrát interjút sikerült felvenni, 15-3 generációs családdal, tehát 15 első, második és harmadik plusz még ezekből a generációkból, csak közöttük nincsen vérségi kapcsolat. Tehát nagyon fontos volt nálam, hogy vérségi kapcsolat legyen a három generációnál. Nagyon fontos volt magának a területnek is a kiválasztás, ahol a kutatást végeztem, ugye arra a területre fókuszáltam, ahol többségében koncentrálódnak a romák, ezen belül is abban az olá cigányság. Ezután ugye pedig rólad a módszerrel találtam meg az interjú alanyokat. A legfontosabb kutatási kérdéseket láthatják most a diám, én most az utolsó kettőt olvasnám fel, hogy melyek azok a legfontosabb etnikai identitás meghatározó dimenziók, amik mentén az egyes generáció identifikálja magukat, illetve hogy milyen identitás stratégiákat választanak meg a mindennapokban. És hogy persze vannak olyan elemek, amik gátolhatják az asszimilációt. A kutatásban bevont térség az Szatmár területe lesz, az ország periférikus része. Itt, ha most a Kemény Istvánféle adatokat néznék, akkor azt mondhatjuk, hogy 40%-kal nőtt a roma lakosságnak a száma. Mindig is izgalmas a szatmári cigányságnak a helyzetét vizsgálni, mert egy zárvány település, és hát egy zárvány része van, részről beszélünk, és nem csak a létszám zárt, hanem úgy maga a közösség is egy sokkal zártabb világ. Illetve hogy hozzá kell tenni, hogy kettős hátránnyal néznek szembe, ugyanis az etnikai hátrányok mellett társadalmi szegénység és társadalmi problémák is koncentrálódnak ezen a térségen. Illetve a sajátos kulturális sajátosságokkal is elnézést rendelkezik nagyon ez a település rész, vagy ezek a területi rész. Általános jellemzők, én három települést vizsgáltam ezen a részen. Ugye fontos volt akkor a földrajzi elhelyezkedés, a településnek az etnikai összetétele, ugyanis a 2001-es népszámlálás szerint 14% vallott akkor cigány nemzetiségűnek magát, 11-re ez már 27% volt, de ha megkérdeztük ugye a településen dolgozó pedagógusokat vagy szociális szakembereket, ők inkább azt mondták, hogy 70%-ra tehető ez az arány. Ami azt jelenti, hogy ők kisebbségként többség. Na már most ez megint egy nagyon izgalmas dolog, hogy úgy egy kicsit valószínű könnyebb megélni akkor az etnikai identitását, vagy megtartani könnyebb lenne az identitást, hogyha ő többségben van és nem kisebbség. Ezért is lesz izgalmas a következő pont is, mert az sem volt mindegy, hogy a településen belül hol helyezkednek el, mert nem mindegy, hogy telepi körülmények között él valaki, vagy félig asszimilált utcasorokon, tehát mert annál nagyobb az interakció a többségi társadalom tagjaival, és nagyobb a valószínűsége, hogy az asszimilációnak. Fontos kiemelni, hogy mind a három településen óriási nagy szerepe van az egyháznak, görög-katolikus egyházról beszélünk, ugyanis nagyon sokat változtat a cigány identitáson, mondjuk az, hogy finomít bizonyos dolgokon, és egy olyan modell megalkotására törekszik igazából az egyház, ahol a cigány identitáshoz kapcsolódó elemeknek a megtartását, meg annak erősítését szeretné összehozni az egyházi értékekkel. Na, hát egy kicsit muszáj beszélni, meg egy adott történelmi kontextusba elhelyezni, hogy melyik generációra mi hatott, milyen struktúrális tényezők, amit hatottak rájuk. Az első generációt én úgy határoztam meg, hogy ők a nagymamák generációja, ők az 50-es években születtek. Olyan a 70-es évekre, 60-as évek közepére váltak munkakereső korúvá. Erre az időre ugye jellemző az, hogy megjelent a kétkereső családmodell, a mindenki munkába elv, mégis az ő generációk azok, amikor a legkevesebben vannak jelen a munkaerőpiacon, pedig ugyebár az